Gazdag évad vár a Maros Művész Együttes tagjaira idén. Új bemutatókkal készülnek itthon, együttműködnek más kulturális intézményekkel, és különösen gyakran lépnek majd fel idegen színpadokon az új évadban. Székelyudvarhely, Parajd, Nagyvárad, Ciprus és Korfu. Leginkább ezeken a helyszíneken tudnak találkozni a Maros Művész Együttessel a népzenét és néptáncot kedvelők. De nem csak vendégelőadásokat, hanem saját darabok bemutatását is tervezi az együttes. Jelenleg a ciprusi előadás részletein dolgoznak a művészek, ugyanis egy népviseleti kiállításra is sor kerül majd a szigeten. Megszületett egy olyan felkérés, egy közös projekt, hogy az idén szervezzünk egy olyan tevékenységet, ahol párhuzamot vonunk a ciprusi autentikus világ és az erdélyi autentikus világ között. Itt gondolok táncra, zenére, ugyanakkor a népviseletre is. A Maros Művész Együttes művészei az új darabra a Kicsisvejk háborújára próbálnak. A bemutatóra szeptember 27-én és 28-án kerül sor. De egy közös projektbe is belevágtak a Spektrum Színházzal, illetve a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal közösen. A Tündöklő Jeromos című darab december 6-án lesz először megtekinthető. A sajtótájékoztatón részt vett Kovács Lőrinc református lelkész, aki Ausztráliában él közel 15 éve, és ott működtet egy amatőr színházi társulatot. Idén egy kisebb turnéra kelnek a Maros Művész Együttes segítségével. Magyarországon, Felvidéken és Erdélyben tesznek látogatást. Az utolsó előadás helyszíne pedig Farkaslaka lesz. Igyekszünk ezzel a hagyományt, a kultúrát őrizni, fenntartani és élni, hiszen a kultúránkat megélni kell. Körülbelül 10 000 lakosú Gold Coast és Brisbane magyarsága, ez egy ilyen 100-150 négyzetkilométeres terület, és akkor erről a területről vagyunk. Az előadás címe a Hullámzó vőlegény. Tamási Áron színpadi játékát az amatőr csoport egyébként Ausztráliában is többször előadta, többek között a Sydney magyar találkozón is.